Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy kérdőíves videót tettem föl az elmúlt március 27-én, ma április 18-a van, ma kerül föl a krontabos videó. Ez volt az az időszak, amikor kevesebb videó került fel, meg valószínűleg a következő két hétben is ritkábban fogok jelentkezni cikkel, videóval, egyéb dolgok miatt, de lényeg az, hogy összedobtam 27-én és közzétettem egy kérdőívet. 173-an néztétek meg a videót, vagy legalábbis 173-on kezdtétek el nézni a videót, ami nagyon-nagyon szép eredmény. Nem titok, látjátok a nézettségemet itt ebbe a pillanatban is. Én soha nem szoktam eltitkolni, hogy mi az, amit többen megnéznek, mi az, amit kevesebben. Van, amin én el szoktam csodálkozni, például a Magyar Ars X-Monádnak a negyedik részét 39-en néztétek meg, és ez én saját konfigomról szól a videót, 130-at, tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy egyetlen egy adat se titkos, azaz mi az, ami a mai videóban lesz, oda megyünk a kérdőívhez, és mi legyen felkiáltóású négy kérdéses kérdővelemet előttetek fogom megnyitni, lezártam a kérdővetet, már nem tudjátok kitölteni, 62-en voltatok szívesek választ adni. Én ebben a pillanatban látom másodszor a mai nap ezt a kis kiírást, és összefoglalnám, hogy mi az, amit ti gondoltok a csatornámról, mit szeretnétek. Parancsoros, terminálos témákat szeretnének 40%-an. Azaz 40% az jelentős többség, és valóban örülök neki, hogy felkeltettem az érdeklődést a parancsoros, egyszerűbb, terminálos gondolatok felé, és nem csak a, hát nem lenézés, de a grafikus felületek iránt érdeklődtök. 10 ember fele annyian, mindahányan a terminálos szavazták, 20%-osan szeretnétek bizony grafikus felhasználói programokat. Én szerintem itt a felhasználói a lényeg, és nem az, hogy grafikus, azaz egészen szép az arány a szívemnek megfelelő, és nagyjából meg fogom tartani ezt az arányt, hogy jellemzően a parancsorokról fogunk beszélni, terminálos dolgokról is fogok cikkeket írni, meg videókat készíteni, hogy megismerjétek, de nem maradnak el a grafikus programok bemutatása is. Különféle ablakkezelőkről szóló témát 3-an szavaztatok meg, ami igen-igen kevés, de természetesen tudom, hogy az ablakkezelők, azaz az X-Monad i3, az a kicsi Linux közösség a Windows közösséghez képest. Kicsi Linux közösségben is egy nagyon apró pont. Nem lenézés, hogy apró pont, hanem valljuk be, igazából sokan a GNOME, KDE, XFCE, Cinnamon ilyen nagyszerű felületeket használnak, és idegenkednek például az egyszerű felületektől, egyszerűbb ablakkezelőktől, érthető okok miatt. Kényelmesebb, szebb, és valóban a felhasználói élmény, a kinézet egy GNOME-ba, egy KDE-nél, egy XFCE-nél, Cinnamon-nál helyettesíts be, amit te szeretsz, arra az azért más, mint az ablakkezelők egyszerűsége. Disztribúciók telepítése és rövid bemutatása, ez egész szép eredményt adott, 7-en szerettétek volna, azaz 14%, aki ezt szerette volna, én azért tettem be, mert ránéztem az MX Linuxra, és gondoltam, érdemes lenne majd valamikor csinálni ilyen disztribúció bemutatós videókat is. Hát bizony, ilyen is lesz, nem olyan számba, ahogy én elgondoltam, nincs akkora érdeklődés köztetek. Az a lényeg, amit ti szerettetek volna, azaz bizony lesznek ilyenek is a közeljövőbe, a valamikor időm, energiám azért véges nekem is. Videó és audiovágásról szóló témák, azt kevésbé érdekesnek tartottátok, bizony valljuk be, ez egy periférikus dolog, nyilvánvalóan a professzionális vágók, azok természetesen Macintoson vagy Windowson professzionális programokat használnak, azon kívül a videóvágás, ahogy észrevettem a YouTube csatornákon, bizony nem olyan érdekes dolog, mint egy egyéb dolog a Linux közösségemben belül, mert hát kevesen készítettek videót, ami egyébként nagy hiba, mert mindenki elkezdene egy kis videót készíteni, havi egyet,
akkor egy év alatt rengeteg értékes, nekünk Linuxosoknak értékes videó kerülne fel. Na hát lényeg az, hogy ez egy kicsit háttérbe került. Hát bizony, egyéb válaszok, ezek elég érdekesek, mert vannak bennem minden, és azért teszek be mindig egy kérdőjév végére egy egyéb lehetőséget, hogy amire én nem gondolok, arra ti gondoltok. A teszt nem jelent mást, mint hogy én a kérdőjév működését kipróbáltam, és ez a válasz, hogy teszt, az az én teszt válaszom. Biztonság, stabilitás, adatvédelem, védelmi megoldások, alapokat ismerem gyakorlatban, olyanokon hálózatvédelmi, meg egyéb dolgokról nem fogok tudni beszélni, mert én olyanokról beszélek, amit szeretek, meg egy kicsit értek is hozzá. Hálózati ismeretek, Windows és Linux munkaállomások hálózatba kötése. Na hát, ami biztos, hogy nem lesz, ez az, mert én Windows-t és Linux munkaállomásokat nem tudok hálózatba kötni, abszolút nulla. A tudásom ehhez hülyeséget meg általában nem szeretek beszélni. Qtil VM, a biztonsági mentési alapok. Qtilt nem használok, bár az nem jelenti azt, hogy fél év múlva nem az lesz a kedvencem. Tehát maradjunk annyiba, ismertek, én mindent szeretek kipróbálni, és amit kipróbálok, arról megbeszélni. Gyakorlatilag a biztonsági mentés alapokról lesz videó, vagy legalábbis tervezek egy videót. Van már videón bemutatva egy program, úgy emlékszem, a Lucy Bakupról volt szó, szerverek. Na hát az előzőekből levonhatjátok, hogy a szerver ismeretem nem nulla, inkább a mínusz 5. Mínusz 10 vagy mínusz végtelen, arról nem fogok beszélni. Lehet, hogy fejlődök, de jelen pillanatban nem tartok ott. Egyelőre Windows felületen nézem a Linuxos videó, fotó és audio vágó témát, de szeretném Windows mellé vagy külön gépen a Linuxot. Mindenkinek ott a lehetősége, én azt mondom egy külön partícióra, külön lemezre, bár senkinek az anyagi helyzetét én nem tudom megítélni, de egy 120-as, 60-as, 240-es, vagy félterrás, akármilyen SSD lemez betéve, ki lehet próbálni a Linuxot. Én az elején nagyon ockodtam, ez a 90-es évek eleje volt, tehát azért még más volt a világ, ockodtam tőle, de egyre jobban megszerettem, és hát, hogy úgy mondjam, kitúrta a Windows-t az életemből. Oké, videók szerintem egy opcionális kérdés, tehát nem kötelező volt kitölteni, maximum 15 percesek legyenek, maximum 25 percesek legyenek, nem érdekes a hossza. Nyilvánvalóan mindenki, vagy legalábbis örömömre mindenki azt mondta, hogy nem a videó hossza, hanem a tartalma a lényeg, remélem így értettétek. Bizony 25-en, azaz a csoport, a kitöltőknek a fele azt mondta, hogy nem érdekes a hossza, legyen olyan, amennyi lesz, amennyit beszélek. Általában hosszabbak, mint az ideális, hiszen sokszor körbejárom ugyanazt. Minimum 15 percesek legyenek, hát az alatt nem szoktam videót csinálni, a nagy terjedelműek is jók, hosszú, szájbarágos, jó így, köszönöm. Igen, egy kicsit már más téren is mondták, hogy sokat beszélek, és szájbarágosan, és azt hiszem, hogy ha háromszor elmondom, akkor jobban megjegyzi az ember, mint hogyha egyszer, de valóban az a tapasztalat, hogyha sokat beszélünk valamiről, akkor hát jobban megjegyzi az ember. És időnként valljuk be, haladóknak is, középhaladóknak is tudok újat mondani, meg többször kaptam igazából nagy Linuxos emberektől dicséretet időzőjelbe, vagy valóban dicséretet, hogy kitérek olyan nüanszokra, hogy a terminált nem csak becsukjuk, hogyha súval átlépünk ródba, és akkor csak bevágjuk az ajtót, aztán kalap kabát, meg a biztonsági mentés, a mentési másolatok, meg egyebekről mindig ejtek szót, hogy biztos, ami biztos legyen mentésed, ne utólag kelljen sírni, hogy valami elszállt. Azaz, úgy gondolom, hogy többen megdicsértek, és ez jól esett. Minél részletesebbek, hát amennyire tudom, annyira részletes egy videó, nyilvánvalóan abba nem fogok belemenni, hogy a periférikus téma periférikus hatodrangúnak gondolt, általam hatodrangúnak gondolt kapcsolóját hogyan kell használni, de próbálok részletes lenni természetesen. Szerintem a témától függ a hossz, nagyon köszönöm a KDN Live videókat is. Igen, azt örömmel csináltam, mert én azzal vágok elég sokat, és nagyon megszerettem, mert
jó az, amikor azt mondják, hogy jó az, amit csinálsz, vagy megköszönik. Én jobban szeretném, ha ez nagyon jó kérdés, és örülök neki, hogy sokan kitöltöttétek, írásos anyagból több van, vagy a videókból legyen több. Nem érdekes, csináld úgy, ahogy akarod. Na látjátok, ez az, ami igazából olyan kérdés volt, amire nem kaptam választ, és gyakorlatilag arra a következtetésre jutottam, hogy bizony ez is, az is, mind a kettő együtt is jó, a témától függően fognak ezek változni. Nyilvánvalóan, hogyha van egy olyan téma, amelyik hát sok parancsoros dolgot tartalmaz, azt videóba csinálni nem biztos, hogy csak videóba kell megcsinálni, hiszen egy parancs kimásolása vagy kimásolása értelmezése és futtatása az kényelmesebb, mint hogy a videót megállítod, aztán két ujjal bepöttyögöd a hosszú parancsort. Az egyéb válaszokat megnézzük, az egyébből négyből egy én voltam, a teszt biztos, hogy működjön minden kérdésre adott válasznál, az egyéb kategória is, többi szokott működni, az egyébben szokott probléma lenni, azaz leteszteltem, hogy működik-e, ez nem érdekes. Mindkettő szükséges, hát természetes, van úgy, hogy az írásból értem, meg van úgy, hogy a videóból, ez ugyanaz, hogy teljesen mindegy. Hát mind a kettő lenne párhuzamosan jó, de hát az elég sok energia. Videókhoz mindig legyen írásos kiegészítő, és fordítva is. Hát ez az, amit nem fogom tudni ígérni, mert maga a videókészítés, cikkírás az megy külön-külön, de hogy mindegyikről legyen, az lenne az ideális természetesen, de ahol úgy érzem, hogy ez szükséges, ahogy az éppen mond megjelent Krón témában volt cikk, és ezt a cikket feldolgoztam videóba is, hogy megszokjuk azt, hogy a Krontap használata egy nagyon-nagyon jó dolog, és nem kell attól félni. Sok cikket olvastam róla, és sokan úgy ijesztegetik a szegény embert, hogy micsoda bonyolult beállítani, pedig nem az, le lehet tesztelni, megmutattam, hogyan lehet egy Krontab működését tesztelni, és hogyha szépen kiiratod a date parancssal percenként egy TXT file-ba a sorokat, és utána már nem lesz semmi gond, hiszen 5 csillagot behelyettesítesz, és a parancsort, ha be tudod írni a terminálba, akkor nyilván a Krontabba is be tudod tenni. Esetleg a videó hivatkozás is lehet az írásos anyagokra, a KDLI nagyon érthető és logikus videó, köszönet érte. Egyébként jó ötlet ez a linkelés, csak bevallom őszintén, el szoktam felejteni, mert hát fölteszem, örülök neki, hogy megjelenik. Hát persze, hogy aláteszem a linket, ja, aztán elmarad. Van ilyen. Milyen szintű anyagok tetszenének neked? Ahogy a kérdező videóban is feltettem ezt a kérdést, és kihangsúlyoztam, hogy neked, és nem az a lényeg, hogy mit gondolsz, hogy mi lenne jó másnak, az egész közösségnek, bizony itt megkaptam a választ, hogy ti hogyan gondoljátok. Alapozó minimális tudást igénylő, erre nincs igény. Azaz, bevallom őszintén, hogy ez meglepett, de örülök is neki, hogy a nézőim, olvasóim, hallgatóim természetesen már nem abból indulnak ki, de ilyen videók is szoktak előfordulni, hogy a terminált így kell megnyitni, vagy éppen egy programot így kell futtatni, azaz nagyon alapozó nem fog lenni, de alapparancsokról lesz szó, az alapparancsok és az alapozó videók, azok nem ugyanazok. Tehát ilyen elméleti sikon mi a Linux téma, az hogy biztos, hogy nem lesz, persze lehet, hogy lesz, amikor kedvem van hozzá, de inkább ráfekszünk arra, amit kértetek, inkább a terminálós felhasználói dolgokra, nem az elméleti, nagyon alapozó dolgokra fogunk mi gondolni, de közben elő fog kerülni természetesen, mint ma például a terminált nem becsukjuk, hanem először kilépünk a root lyukból, és utána csukjuk be a terminált, nem mintha nagy különbség lenne, de az illem, azaz illem. Kezdő, középhaladó szint egyforma szavazatot kapott, bár a középhaladó meg a kezdőknek szóló, az nagyjából összeszokott folyni, meg mi az, hogy kezdő, meg mi az, hogy középhaladó. Lényeg az, hogy bizony az a témakör, amit én elképzelek a jövőbe, ezt a haladó, középhaladó, középkezdőknek szóló dolgokat fogja megcélozni, találni fogtok benne érdekességet, remélem, teszt.
az egyértelműen nem egy szint, hanem az én tesztelésem volt mind a három szint. Hát ez igazából azt jelenti, hogy én naponta készíthetnék 5 videót, meg 5 cikket, akkor se érnénk a végére soha mind a három szintet. A nagyon kezdő-kezdő középhaladó szintet megcéloznám, esetleg ugyanazt a témát kétszer is feldolgozva haladóbb, vagy kezdőbb szinten is. Hát bizony ez a válasz jó, de gyakorlatilag azt mondta, aki ezt beírta, hogy hát mindenre szükség van. Természetes, ezt mindenki tudja, hiszen hogyha 30 Linuxos csatorna lenne, és egymással versenyeznénk, például mint Linux Mindes Zolival is egy picit próbáltam versenyezni, megnéztem, hogy ő miről csinált videót, és arról én nem nagyon akarok, tehát ilyen téren értettem a versenyezést, hát bizony az lenne jó, hogy legalább 10-15-20-30 csatorna között lehetne válogatni, hiszen én így látom, te úgy látod, és egymás mellett még 15 Linuxos csatorna is elférne. Természetesen mindenkinek lehet. A következő, hogy a videó kezdőknek, terminál még elmegy, felette a programozás már elengedtem. Mindenki maga tudja, hogy milyen szintig jut el. Én a programozást és a terminálos munkát, meg a programok használatát külön választanám a programozást. Mondjuk egy kis szkriptelés az még belefér a Linux felhasználóiba, de hát természetesen nem kell ahhoz programozói tudás, hogy igazából használni tudd a Linuxot. Nyilvánvalóan logikus elképzelés az, ha nulla ismereted van, és nem is szándékozol programnyelvet még megismerni se alapszinten, akkor nyilvánvalóan olyan asztali környezetet választasz, amibe nem kell KDE-nél, XFCE-nél, GNOME-nál, Cinnamonnál nem kell semmilyen programozói ismeret, de mondjuk Xmonadnál azért jó, hogyha egy picit belemélyedünk a Haskell nyelvbe, hogy azért ne nagyon bénázzuk el a dolgokat, azért mindenki megtalálja itt is a saját kedvenc dolgait, és hogy meddig halad el, és melyik irányt válasza. Nagyon-nagyon sok Linuxos van, aki életében egyetlen egy kódsort sem ír be, mert nem volt rá szüksége, nem kell programozni a Linuxhoz. Na, nem árt, ha valaki valamit tud, de nem kell hozzá feltétlen. 0-100%-ig sorozat, na hát ilyet biztos, hogy nem fogok tudni csinálni, tehát alap dolgoktól a professzionális dolgokig azt az egész skálát egyedül felvállalni nem tudom. Én, ahogy az előbb mondtam, ez a kezdő-középhaladó szintet fogom megcélozni. Arra van legnagyobb igény. Linux OPS rendszerrel kapcsolatban alapozó, a Linuxot DVD-ről használtam, és volt rosszul sikerült telepítésem. Nem akarok dicsekedni, nekem is volt DVD telepítésem, és még mindig van olyan telepítés, ami rosszul sikerült. Miért? Mert valamit elütöttem, csillagok összeállása, vagy éppen telepítő médiahiba, vagy akármi. Tehát az nem idegen egy Linuxostól, hogyha telepít valamit, és utána mégsem nem sikerül olyanra, akkor újra telepíti. Legfeljebb megkérdezi a Discord csatornán, vagy ahol szokott kérdezni, az, hogy hát mit tolhattam el, mi lehetett itt a gond. Nyilvánvalóan a BIOS, az UEFI, meg egyebek ilyenbe bele lehet keveredni úgy, hogy hol kell particionálni, mit kell particionálni, mit hova csatolunk föl, tehát nagyon-nagyon-nagyon könnyedén el lehet tolni egy-egy telepítést. Nekem sokszor sikerül, sok mindent ki szeretek próbálni, de hozzáteszem, amióta a QEMU-t használom, mint emulátort, azóta a kipróbálás nem okoz gondot, nem kell natívan telepíteni sok mindent, hanem csak azt, ami éppen érdekel, a QEMU-ba megy föl minden először, megnézem, tetszik, marad, ha nem, akkor letörlöm és kész. Ennyi. Erre való az emulátor, másra nem jó. Tehát valóban kipróbálni, hogy egy disztribúció ténylegesen mit tud, milyen gyorsan fut, vagy milyen nüanszok vannak, mennyire ismeri fel a videokártyát, az azért egy QEMU-ba, vagy VBOX-ba azért nem olyan egyszerű, mert ott nem natívan használják az eszközeinket, de lényeg az, hogy előfordul a rossz telepítés. Lesz ilyen videó, tehát ahogy mondtam, disztribúció bemutatás, az bizony úgy indul nyilvánvalóan, hogy hogyan megy a telepítés. Nagyon-nagyon eltérő telepítési módszerek vannak, módok vannak, vannak egyszerűbbek, vannak szebb, grafikusabb telepítési módok.
érdemes az ebben egy kicsit belemélyedni. Egyéb programokkal kapcsolatos fejlett szint érdekel, természetesen lesznek. Azaz, gyakorlatilag végignéztük összefoglalva. Úgy érzem, hogy azt mondtátok, hogy a csatorna, illetve a blog iránya jó. Egy pici kis korrekciót elvégzünk arra, hogy azért az arányok megmaradjanak, amit ti gondoltatok, megszavaztatok, és utána mindenkinek jó videónézést, blogolvasást kívánok. Mindenkinek köszönöm, hogy szánt rá 5 percet, hogy a csatornát, illetve a blogot egy kicsit jobbá tegye, és mindenkit arra biztatok, hogy blogoljon, videót készítsen, hiszen akárkinek akármilyen a tudás szintje most telepítette föl először az adott disztribúciót, és még járatlan benne, és még vannak neki problémái, a problémáit megoldják, kap kérdésre választ, vagy a Google segítségével megoldja a problémát, csinál róla egy 5 perces videót, hogy a másiknak ne kelljen ezzel kilódni, akkor már többet tett a közösségért, mint hogyha a szomszéd Józsi nénit bizony erőszakkal rá akarná venni, hogy a kedvenc Windows XP-jét cseréljem le már Arch Linux-ra, már sokkal jobb. Tehát maradjunk annyiba, videót készíteni, vagy blogot írni nem olyan nehéz, legyünk őszinték, minél több blog van, minél több videó van, annál jobban elterjed a Linux használata, hiszen apró problémák mindenhol vannak, és hogyha valaki hamar talál egy megoldást, és lehetőleg magyar nyelven, akkor már nem azt mondja, hogy ah, ezt hagyom a fenébe, vissza a Windows 10, amit az Encore-ból sikerülesen letöltöttem, meg mindenfajta kódokat, sikerült 2 fillér 20-ért venni, és visszatér a Windowsra. Köszönöm szépen, sziasztok!